Köszöntelek benneteket, sziasztok! A hétvége további részében sem állíthatjuk, hogy megnyugszik időjárásunk. Sőt, a Borisz névre keresztelt ciklon egyre jobban kimélyül felettünk. Ennek hatására kiadós mennyiségű csapadékra és főként a Dunántúlon, illetve az északnyugati megyékben viharos, erősen viharos széllökésekre kell számítani. A ciklon pörgését a következő animáción is láthatjuk. Egészen a jövő hét elejéig így törvénylik a Kárpát-medence felett, és okoz változékony, felhős, csapadékos időjárást. Ezt követően egyre inkább anticiklon peremére kerül hazánk térsége, ahol már szárazabb léghullámok érkezhetnek fölénk. Az éjszakai órákban továbbra is felhős, borús időre számíthatunk. A minimum hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Ami a csapadékot illeti, a ma késő délutáni esti óráktól kezdve ismét országos esőzés várható, nagy területen kiadós mennyiséggel. Az Alföld keleti részén van erre a legkisebb esély. A csapadékon kívül a szél erőssége is az éjszakai órákban érheti el maximumát, ugyanis a Dunántúlon egyre nagyobb területen megerősödik, kiemelten az északnyugati megyékben, valamint a Balaton térségében viharos, erősen viharos széllökésekre is kell számítani. Helyenként akár a 110 km/h is meghaladhatják a legerősebb széllökések. Emiatt fokozottan figyeljétek veszélyjelzésünket. Vasárnap fokozatosan veszít erejéből az északnyugati szél, de még mindig előfordulhatnak viharos széllökések. Emellett a csapadék intenzitása is egyre jobban csökken a nap folyamán, de továbbra is többfelé fordulhat elő kisebb eső, gyenge záporeső. Még nagy részt marad a borongós idő, de elsősorban az északkeleti tájakon már előfordulhatnak szakadozások a felhőzetben. Emiatt ott kissé magasabb értéket is mérhetünk, mint az ország nagy részén jellemző 11 és 16 fok közötti csúcsérték. A felettünk örvénylő ciklon még a jövő hét elején is meghatározza időjárásunkat. Döntően erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, és még többfelé fordulhat elő csapadék. Kettől kezdődően egyre szárazabb és enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Emiatt csökken a csapadék hajlam, a csúcsérték is az ilyenkor szokásosnak megfelelően, döntően 20 és 25 fok között alakul. Ezzel szeretném is megköszönni figyelmeteket, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek minket az alábbi elérhetőségeken. Nézzetek és hallgassatok minket holnap is. További csodás szép hétvégét kívánok! Sziasztok!